Két évvel ezelőtt kiderült, hogy a Széttörve valójában a Sebezhetetlen titkos folytatása, és ezzel M. Night Shyamalan ismét elővette évtizedek óta lezáratlan szuperhős trilógiáját, amely az üveggel most révbe ért. No de mennyire lett grandiózus és kielégítő a lezárás? Kritikánkból kiderül. Mi lenne, ha a szuperhősök valóban léteznének? Erre a sokakat foglalkoztató kérdésre adott választ M. Night Shyamalan 2000-es mesterműve, a Sebezhetetlen, amely messze megelőzte korát és csak évekkel később vált hivatkozási ponttá. Bemutatója idején a gyártó stúdió meg eltitkolta a film képregényes gyökereit és szerkezetét, a hatodik érzék után újabb fordulatos thrillerre számító közönség pedig határozottan utálta a lassú folyású filmet, ami olyan, akkoriban még gyerekesnek számító dolgokból idézgetett, mint a képregények. Ugyan a Sebezhetetlen nem bukott meg, de nem termelt elég profitot ahhoz, hogy Shyamalan megvalósíthassa előre eltervezett trilógiáját, amely David Dunn hőstetteire fókuszált volna. Szóval úgy tűnt, a Sebezhetetlent mégis sikerült megsebezni és magára hagyni, hogy szép lassan kimúljon. De azóta nagyot fordult a világ. A képregényfilm szitokszóból és egyszeri anomáliából Hollywood legfontosabb bevételi forrásává vált, és ugyan Shyamalan karrierje azóta megjárta a poklok poklát, nem csak ő volt az egyedüli, akit nem hagyott nyugodni a Sebezhetetlen története. Szintén nem ő volt az egyedüli, akit felvillanyozott az ötlet, hogy minimális költségvetésből összeollózott új pszichotrillerje, a Széttörve valójában a Sebezhetetlen világában játszódjon, annak kvázi folytatása, pontosabban egy nagy összecsapás előzménye legyen, amely az üveggel most meg is valósult. A hasad személyiségű Kevin egy éve tartja rettegésben Philadelphia lakosságát. Fiatal lányokat rabol el, akiket aztán a szörny nevű énje megöl és meg is csonkít. A rendőrség mellett rávadászik a város titokzatos önbíráskodója, az esőkabátos oltalmazó, akinek végre sikerül a sorozatgyilkos nyomára lelnie. Összecsapásukat azonban a zsaruk megjelenése szakítja félbe, akik letartóztatják és egy elmegyógyintézetbe szállítják őket. Itt a duót a magukat szuperhősöknek gondoló betegekre szakosodott dr. Ellie Staple veszi kezelésbe. A doktornő ennek pedig már van egy betege, aki nem más, mint Elijah Price, az oltalmazó, azaz David Dunn ős ellensége. És mint azt ti is sejthetitek, hármójuk összecsapása elkerülhetetlen lesz. Mint említettük, két évtized alatt nagyot változott a világ. A nagy közönség immáron nem úgy néz a képregény filmekre, mint amit bottal sem szabad megpiszkálni, hanem együtt él vele, ha úgy tetszik, kvázi szakértőjévé vált a témának. És annak ellenére, hogy az üveg ennek a népszerűségi hullámnak köszönheti létét, ezzel mintha Shyamalan nem lenne tisztában. Legalábbis a film jó alaposan szánkba rágja mondani valóját és fordulatait, de olyan szinten, hogy az üvegben még egy öreg lány is tisztában van a képregényes limitált szériák jellegével, sőt, jól rá is tudja vetíteni azok történéseit a valóságra. Mert igazából az üveg ebből a szempontból a Sebezhetetlen alaptézisét lovagolja meg. Abban a filmben minden történés úgy zajlott le, és minden karakter olyan volt, mint ahogy ez a képregényes nagykönyvben írva vagyon. Mégis ügyelt arra, hogy megtartsa a valóság illúzióját, azt, amit korunk képregény filmjei már meg sem próbálnak. Ez a kapcsolat azonban most jóval erőltetettebbnek, izzadságszagúnak tűnik, de csak addig a pontig, amíg bele nem gondolsz abba, hogy Shyamalan ezúttal a nagy közönségnek forgatott filmet, és nem azért húzott alá minden többször, mert lenézi nézőit, hanem mert így akarta őket benfentessé tenni. Az már csak a bemutató után derül ki, hogy a nézők mennyire lesznek elégedettek az eredménnyel, és mennyire fogják elnézni a film ordas nagy hibáit, mert sajnos ilyenből is akad néhány, cselekményt és karaktert érintő egyaránt. Példának okáért Kevin 24 személyiségét a szobájába szerelt stroboszkópokkal tartják kordában, melyek kivédéséhez elég lenne, ha emberünk eltakarná a szemét, de ez valamiért meg sem fordul a fejében. Említhetnénk azt is, ahogy a Széttörve nagy túlélőjét, Casey Cookot visszarángatják a történetbe, aki súlytalan Stockholm-szindrómásként ólálkodik a gondosan elzárt, de amennyiben a szkript úgy kívánja, hirtelennyében nagyon slamposan fogva tartott hőseink és antihőseink körül. Ha a cselekmény nem időzne olyan sokat a horda működésének és céljainak kifejtése mellett, és többet foglalkozna a hosszú percekre teljesen elfeledett Dunnal, vagy a hirtelen központi szereplővé előlépő Price-szal, akkor nyilvánvaló hibáit és ügyetlenségeit is könnyebben el lehetne nézni. Leginkább azért, mert az üvegben van egy-két igen nagy és izgalmas ötlet, olyanok is, melyeknek köszönhetően a film akár zseniális is lehetett volna. Ehhez az kellett volna, hogy valamivel fókuszáltabban álljon hozzá alapötletéhez, és ne próbáljon mindenképp a közönség kedvére tenni, hanem mint Shyamalan igazán jól sikerült munkái, ő is a maga útját járja. A mesterművek ugyanis nem szánt szándékkal tervezve, hanem véletlenül születnek. Az üveg kapcsán pedig leginkább az érezhető, hogy nagy film akart lenni nagy elképzelésekkel és gondolatokkal, de végül elég rendesen megrepedezett saját súlya alatt.
Ha szíveden viseled David Dunn és Kevin Vandekram sorsát, már pedig ez jó eséllyel így van, akkor valószínűleg el tudod nézni a film hiányosságait és modorosságát, hogy azokra a kétségkívül ambíciózus elképzelésekre koncentrálj, amit az üveg alaposan ki is hangsúlyoz. Ha viszont egy újabb trendkövető képregényfilmre vagy egy klasszikus Shyamalan thrillerre számítasz, akkor csalódni fogsz, meg akkor is, ha egy minden ízében kompetens filmre.